Kedves gyerekek, kedves jó testvéreim! Jézusnak néhány mondását gyűjtötte egy csokorba ebben a szakaszban az evangélista. Igazából olyan nagy összefüggések nincsenek köztük, egy-egy mondása fennmaradt, azt megőrizték és továbbadták a keresztények. Így igazából sok-sok mondatból egyet ragadnék most itt meg, a vége felé hallhattuk. Minden fát vagy gyümölcséről lehet megismerni. Most, hogy már lassan figyelgetjük odakint a gyümölcsfákat, rügyeznek-e, mikor kezdenek kibomlani ezek a rügyek, talán különösen is érdekes, és Jézus is igazából mindig figyelmes volt a természet felé. Talán már József és Mária ott Názáretben, miközben a kisgyermek Jézus nevelkedett, megtanította őt, hogy hogyan is lehet a kertben dolgozni, mit kell figyelni, hová szállnak a madarak, milyen magvakat csipegetnek, és így tovább, és így tovább. És valószínűleg, hogy ebből a nevelésből Jézusban benne maradt az, hogy a fákat, a természetet figyelje, rácsodálkozzon a teremtett világnak a szépségeire. Minden fát a gyümölcséről lehet megismerni. Nyilvánvalóan, amikor Jézus ezt mondja, akkor egy picit gondolunk arra, hogy egy fa az lényegében az embernek a személye, az embernek az élete. Az, hogy mi hogyan viselkedünk, elárulja, hogy milyenek vagyunk. Elárulja, hogy miben hiszünk. Elárulja, hogy milyen értékeink vannak. És általában ez volt az az ok, ez volt az alapja, hogy a keresztények idők során kitalálták, hogy tulajdonképpen az életünknek vannak különböző gyümölcsei. Például a szeretet, például a türelem, például a szelídség, vagy az önmegtartóztatás, vagy éppen az öröm, vagy a béke. Ugyanis, hogy vizsgáljuk az életünket, rájövünk arra, hogy igen, érdemes ezekben mindig fejlődni, sosem tudunk tökéletesek lenni természetesen, viszont ezekben leírunk egy szép fejlődési folyamatot. Igen ám, de valami miatt az egyház azt mondja, hogy ezek tökéletességek. Ezeket úgy kell megtennünk, hogy minél inkább törekedve erre elérjük ezt a bizonyos mélyebb szeretetet, vagy tökéletesebb békét, vagy jóságot, vagy kedvességet, vagy béketűrést, és így tovább. És ki is alakult, hogy ezeket gyümölcsöknek nevezzük, mégpedig a Szentléleknek a gyümölcseknek. Pál apostol beszél erről a Galatákhoz írt levelében. Sőt, mi több, aztán az egyház úgymond hivatalosan is megfogalmazta, hogy ezek bizony tökéletességek, mert ezek segítenek minket a még jobb életre. Viszont érdemes mindig belegondolni abba, hogy a szentmisében miket mond a pap, mi hangzik el, mit imádkozunk. És van két jelentős mondat. Nem biztos, hogy mindig figyelünk rá. Érdemes ezt most egy picit kihangosítani. Az egyik mondatot a pap imádkozza a szent áldozás előtt, a mi atyánk után, hogy ne vétkeinket nézd, hanem egyházat hitét. Igaz? A másik pedig, amit közösen mondunk, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és a szolgád, az én lelkem meggyógyul. Ez ugye a Bibliából származik ez a mondat, amikor a pogány századost idézi az egyház az ő liturgiájában. Ez a két jelentős mondat pontosan arról árulkodik, hogy igazában a gyümölcs az igazi és legérettebb gyümölcse a mi életünknek, a mi hitünknek, az pontosan az, hogy méltatlanok vagyunk. És ez rendkívül fontos. És az egész gondolkodásmódunkat ez változtassa meg. Mert az, hogy tökéletesebbek legyünk, az igazából arról szól, hogy én magam személyesen mindig törekszem, de valahogy sosem sikerül. Tehát ez egy picit mindig ilyen önközpontú dolog. Ha viszont meg tudom fogalmazni, hogy én méltatlan vagyok, hogyha teljes szívemből átélem azt, hogy csak az Isten irgalmassága éltet engem, hogy az én bűneim, hibáim ellenére
ő benne bízva, az én bizalmamat oda ajándékozva tudok egyről a kettőre lépni, na azt hiszem, hogy ez az igazi gyümölcs. Más szóval azt is mondhatom, hogy minél közelebb vagyok az Istenhez, annál inkább megfogalmazódik bennem, hogy méltatlan vagyok. Gyerekek, hogyha odahozom, bocsánatot kértek a szülőktől, akár napról napra, mert egy picit ilyen voltál, vagy egy picit olyan voltál, vagy egy kis rossz fát tettél a tűzre, akkor azt mondom, hogy közelebb vagy az Istenhez, mintha éppenséggel folyamatosan mindig és példamutató magatartással lennél. Ez nagyon fontos. Belegondolunk például Péter apostol személyében. Péter apostol a Szentírásban ugyanezt az utat járja be. Egészen onnan, hogy az Úr Jézus azt mondja neki, hogy távozz tőlem, Sátán, odáig, hogy háromszor is megtagadja a Jézust, és az Úr mégis ő rá bízza az egyház vezetését. Éppen ezért, amikor oda jutunk a szentmisében, hogy a pap elmondja ezeket a szavakat, hogy ne vétkeinket nézd, hanem egyházat, hitét, vagy amikor közösen imádkozzuk majd, hogy Uram, nem vagyok méltó, akkor gondoljunk arra, hogy az egyház milyen bölcs és milyen bátor, hogy 2000 év alatt a szentmisének a szövegébe benne hagyta ennek a pogány embernek, ennek a római századosnak a mondatát. Amikor ugyanis Jézussal találkozott, ezt a Szentírás megörökíti, akkor pontosan az ő méltatlanságát fejezte ki, és Jézus megdicséri az ő hitéért. Ezért mondjuk, és újra nagyon tudatosan, hittel és mindig mély bizalommal fejezzük ezt ki. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. És ez az igazi gyümölcs.